A fehérvári nagycsapatok közül másodikként a MOL Vidi után az Albafehérvár KC is megkezdte bajnoki szereplését a hétvégén. Jó estét kívánok! A női kézilabda bajnokságban nem volt könnyű dolga a fehérvári lányoknak, hiszen rögtön a Győr ellen kellett kezdeni, de hát talán ez így a legjobb, mert egy picit még lehetett felkészülni mondjuk a hétvégi Kisvárad elleni mérkőzésre. Erről is beszélünk. Deli Rita a vendégem, a csapat vezetőedzője. Szervusz, üdvözöllek a stúdióban. Szia, jó estét kívánok! Mennyire igaz, amit én mondtam, hogy így az a Győr meccs ilyen szempontból még nagyon jókor jött, hogy az első fordulóban találkoztatok velük, és még akár lehetett készülni azokra a mérkőzésekre, ahol tényleg a csapatnak van reális esélye a győzelemre, mert azért valljuk be, Győrben nagyon ritkán nyer bárki. Így van, hát mi is nyilván soha nem megy az egyik csapat sem úgy ki, hogy nem szeretne győzni, de hogyha mi azt a realitást nézzük, akkor természetesen igen, a felkészülésünk azért egy héttel meghosszabbodott, és ettől függetlenül azért a Győr meccs után egy 12 gólos vereséggel eljönni Győrbe, azt gondolom, hogy dicséretes ennek a csapatnak. Én azt gondolom, hogy a felkészülésünk során ez, miután már megtudtuk, hogy az első fordulóban kivel fogunk játszani, nem volt kérdés, hogy egy kicsit kitoltam az erőléti képzést, egy kicsit a taktikai része, az ugye még kevesebb időt szántunk rá, hiszen gyakorlatilag ezen a héten a Kisvárad ellen kell gyakorlatilag csúcsformába kerülnünk. Ugye 38-26 lett a vége, nem sikerült 10-en belül maradni, de nem volt ez egy olyan rossz mérkőzés, én azt gondolom, nem tudom, te hogy láttad a pálya széléről. Abszolút nem, az elején egy kicsit megilletődötten játszottunk, nem voltunk elég kemények fizikálisan a védelemben, és ahogy felkeményedett a védelmünk, egyből olyan arányú gyakorlatilag gólkülönbséggel tudtunk bemenni 17-10-el az öltözőbe, hogy bizakodásra adhatott okot, nem arra, hogy győzni fogunk, de arra mindenképpen, hogy bizonyos szegmenseiben, bizonyos részeiben, akár a támadó taktikában, illetve a védekezésünkben tudunk eredményesek is lenni. 26 gólt lőni ennek a BL győztes csapatnak, ahogy gyakorlatilag két olyan sort tudott cserélni a kollégám Danyi Gábor, hogy gyakorlatilag mindegy volt, hogy ki van a pályán, hogy Oftedá, vagy Brock, vagy Amorim, vagy Hansen, vagy Krisztiánzen, tehát olyan nevek gyakorlatilag a világ kézlabdázásából, hogy én azt gondolom, hogy valamelyik játékosom még a Final Four-ba lelátón tapsolt nekik, és csodálattal nézte, most pedig ellenük megmérettette magát, és mindenképpen dicséretes volt, hogy olyan játékosom, akik eddig megmutatták magukat az elmúlt szezonban, akár Boldizsár Bianca, Rózsás Josephine, vagy Stankovics Réka, akinek ez volt az első NB1-es mérkőzése, tavaly kölcsönben játszott a pénzügyi Győr csapatában. Gyakorlatilag meggyőző teljesítményt tudtak nyújtani nyilván a rutinos játékosok mellett, és nagyon-nagyon szép támadás befejezéseket is véghez tudtunk vinni. Úgyhogy 26 gólt lőni, az a szép dolog, nyilván a 30-on felüli gól az sok, de én nem voltam elkeseredett meccs végén, mert azt gondolom, hogy amit ez a csapat most meg tud tenni, és képességeihez mérten reálisan kell tekinteni, az dicséretes volt. Ugye ennek a mérkőzésnek az egy vesztesége van Hudra Enikővel, ami a helyzet, hogy a képeken azt lehetett látni, hogy őbe kellett levinni. Hát igen, ott már a helyszínen sajnos nagyon rossz híreket kaptunk. Nagyon várható volt, hogy egy súlyos keresztalagsérülés szenvedett, úgyhogy ez már a hétfői orvosi vizsgálaton be is bizonyosodott, úgyhogy rá ismételten egy éves kihagyás vár. Nagyon fontos lánceme a csapatunknak. Most egy kicsit múlt időbe kell, hogy mondjam, hiszen Enikő egy saját nevelésű tehetséges játékosunk, akire már az idén úgy számoltam, hogy nagyon komoly hármas-kettes pozícióban a védelmünknek egyik gerince lehet, illetve a támadójátékban bármelyik belső poszton bevethető. Nyilván fiatal játékosról van szó, 18 éves, ugyanúgy várjuk vissza, várom őt vissza, de hát nyilván az ő játékát majd muszáj lesz pótolnunk. Hogy tervezitek a pótlást? Hát ami most gyakorlatilag az egyesületnek az elképzelés, az én elképzelésem is, hogy gyakorlatilag a fiatal, még nem kellő rutinnal rendelkező játékosokat megpróbáljuk az NB1-es szintre felnevelni, illetve egy nagyon jó egységet alkotva a rutinos játékosainkkal. Mindenképpen egy magyar fiatal játékos szeretnénk igazolni.
Hát nincs könnyű dolgunk, hiszen minden egyesületnek megvan a kerete, tehát más NB1-es csapattal valószínűleg nem fogunk tudni igazolni. Úgyhogy Nemzeti Kézlabda Akadémiával vettük fel a kapcsolatot, hiszen nekik az egyik filozófiájuk az, hogy az elitképzés és az NB1-es csapatok kezdje alá dolgozni. Úgyhogy még nem tudok biztosat mondani, de elkezdtünk ezen az úton keresni, úgyhogy hamarosan remélhetőleg fogunk tudni beszámolni arról, hogy kivel tudjuk pótolni Enikőt. És ha már fiatal játékosok, ugye tavaly a téli felkészülés alatt nagyon sok lehetőséget kapott Piller Kármen, ugye csak ő megsérült a december végén, igen. Ő neki a felépülése hol tart? Most 3,5 hónapnál tart, egy ilyen keresztszalag sérülésnél, hát azt tudni kell, hogy minimum a 6 hónap, amíg a biológiai érési folyamat az a keresztszalag beépülése az megtörténik. Nyilván a sportformába hozás az megint egy jó fél év, úgyhogy én egy ilyen keresztszalag sérülésre mindenképpen 1 évet kell számolni. Ő mindenképpen csak tavasszal lesz bevethető. Remélem, hogy rendben lesz, most nagyon jó úton halad. Gyakorlatilag a gyógytorna időszakát éli, úgyhogy szépen vezetjük vissza majd a kézlabdás mozgásokba. Most még egy kérdés erejéig maradva a Maródiaknál, ugye ott van Zsilinszkájtje, ugye az első papíron a csapat első számú beállósa, ugye ő késsérülést szenvedett a felkészülés korai szakaszában, ő mikor térhet vissza? Neki még 1 hét van a késsérüléséből, a gipszet akkor fogják levenni a kezéről, tehát gyakorlatilag a Kisvárda meccs után kerül erre sor, és hogyha a röntgenvizsgálat mindent rendben talál az orvosi stáb, akkor elkezdheti a gyógytornát, reméljük, hogy az a csont szépen beépült és visszacsontosodott. Úgyhogy rá reálisan az MTK meccsen, tehát az októberi időszakban tudok számítani. Nagyon várjuk vissza, hiszen ő védekezésben is egy biztos pontja a 3-as pozícióban. Úgyhogy balkézzel dolgozik, lehet, hogy majd a szurkolók balkézzel is látják lőni, hiszen ez a lövő kezén történt ez a sérülés. Úgyhogy lehet, hogy kétkezes beállós lesz belőle, meglátjuk, de nyilván remélem, hogy a jobb kezével már kellőképpen fog tudni játszani. A beszélgetés elején azt mondta, hogy tulajdonképpen a Kisvárda ellen kell először úgymond csúcsformába lendülni, tehát nagyjából most zárulhat le a felkészülési időszak. Mennyire tartott sikeresnek ezt az elmúlt jó pár hetet? Hát egy 7 hetes felkészülésön vagyunk túl, hogyha még ezt a hetet is beleveszünk, akkor 8. Amit terveztem, azt úgy gondolom, hogy véghez tudtuk vinni. Nyilván ilyen sérülések minden csapat életében vannak, ezen túl kell rendülni. Mátraházán voltunk 1 hetet, az egy nagyon jó kezdése volt a felkészülésünknek. Rengeteg edzőmérkőzést játszottunk, még talán az elején a Vác, Rostov, aztán Salával játszottunk, a Bajamáréval, tehát külföldi és illetve magyar csapatokkal. Többségében nagyon sikeresen zártuk, és jó volt látni, ahogy ahogy a lányok egyre jobb formába kerülnek. Ami a csapat talán egyik pozitívuma, hogy 2 új játékos érkezett, Györkös Rebeka és Szarka Adrián, ők nagyon hamar beépültek a csapat életébe, mindkét ember azt gondolom, hogy emberileg is és sportszakmailag is egy nagyon-nagyon pozitív része a csapatunknak. Úgyhogy jó úton haladunk. Hát a Kisvárda is egy nagy falat lesz ennek a csapatnak. Mondhatom azt, hogy ha nyilván egy győzelemmel megyünk pályára, de azt gondolom, hogy bravúr kategóriába tartozik, hogyha mi meg tudjuk őket várni itthon. Hát ők az egészen más utat választottak a nyár folyamán, ahogy én számoltam, 12 játékosuk ment el, 13 vagy 14 érkezett, tehát gyakorlatilag egy jegyzőkönyvnyi vagy játékos cserélődött ki az együttesnél. Igen, hát a héten már teljes fókusszal rájuk készülünk, úgyhogy úgy történik, hogy ugye videóelemzéssel mutatom be a csapatnak az ellenfelet, úgyhogy úgy kezdődött, hogy szám szerint és név szerint végigmentünk, hogy akkor kik is az újak. Lehet, hogy ezt Kisvárdán is így csinálják még a napokban is. Lehet. Mindenképpen ez az erősségük, hogy egy pozícióban 2 teljesen egyforma szintű játékos tudnak bevetni, és gyakorlatilag a szisztémájuk, ami a védekezésben, illetve a támadásban van, gyakorlatilag csak a kis emberkéket kell mozgatni és váltogatni, tehát ez mindenképpen az ő erősségük lesz.
nagyon agresszív védekezést védekeznek, amit jelen pillanatban ugye fel tudtam térképezni. Két olyan klasszis játékosuk maradt, Hakunova, illetve Milanovic Litra, akik a tavalyi csapatban is voltak. Egyébként minden pozícióban teljesen új emberek jöttek. Kérdéses, hogy ez a nagyon sok jó játékos, de új játékos mennyire fog tudni együttműködni. Az előzetes videók alapján úgy láttam, hogy azért csapatrészek, jobb oldal, bal oldal már egész jól működik. Úgyhogy ők már előbb jönnek, már jelezték is, hogy már pénteken elutaznak, úgyhogy nyilván nekik abszolút elvárás, hogy itt tudjanak nyerni. Mi fel fogjuk venni a kesztyűt, úgyhogy teljesen úgy fogunk kimenni a pályára, hogy akár meglepetést okozzunk. Hát akár ez ideális is lehet még, hogy szintén velük így az elején, hogy még nincs annyira összeszokva, mint hogyha október végén, novemberben kéne velük meccselni. Ez így van, tehát én is abban bízom egy kicsit, arra is készülünk, hogy azt a fajta rendszerjátékukat próbáljuk megakadályozni, becsapdázni, hogy olyan hibákra kényszerítsük, ami esetleg az összeszokatlanság miatt még becsúszhat. De olyan döntési képességekkel rendelkező játékosaik vannak, hogy hát BL-t megjárt játékosok, Vardászkopjából, Jubjanából, és még sorolhatnám, hogy honnan igazoltak el a játékosokat. Kérdés, hogy mennyire tudjuk kompenzálni ezt a játékkészségüket. Én nagyon bizakodó vagyok minden esetre. Biztos vagyok benne, hogy a lányokon nem fog múlni. Kérdés, hogy mennyire tudjuk a játék minőséget kompenzálni esetleg az elszántságunkkal, a koncentrációnkkal és a fegyelmezettségünkkel. Mennyire normális dolog ez, ami egyébként Kisvárdán történik, vagy ami akár Siófokon például, hogyha megnéztük a Debrecen elleni keretet, akkor én azt hiszem egy magyar útlevéllel rendelkező játékos találtam, Ágaui Aszmát. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, de mennyire normális, mennyire viszi előre a magyar kézilabdát, én szerintem nem annyira. Igen, hát ők más utat választottak, gyakorlatilag olyan anyagi háttérrel rendelkező két csapatot említettél, akikkel azt gondolom, nagyon nehéz felvenni a versenyt, és átrendeződött teljesen a kézlabda társadalomban azoknak a régi múltú csapatoknak, meg egyáltalán a közelmúlt csapatai, vagy feltörekvő csapatainak az erős sorrendje, hogy mi magunk sem tudjuk ezt a versenyt most már felvenni. Egyrészt nem is lehet, meg nem is akartuk. Úgyhogy ezért is próbáljuk egy teljesen más szisztémában ugye a magyar játékosokkal feltölteni a játékos keretünket. Hát nagyon sok csapatnak ez egy kicsit furcsa, hogy most nem indulunk nemzetközi kupában, de válaszod, vagy egy kérdésedre azt tudom válaszolni, hogy most olyan, mintha kupameccset játszanánk tulajdonképpen a Kisvárda ellen, mert gyakorlatilag nemzetközi játékosok alkotják a csapatukat, csak éppen a magyar bajnokságban játszanak. Biztos, hogy tehát ez a fajta aránytalanság, ez nem célra vezető. Mennyire lehetünk egyébként bizakodóak szerinted a jövőt tekintve a fiatal magyar játékosok kapcsán? Ugye, ha a juniori Fischer-Dülő válogatottat nézzük, akkor szép nyár áll a magyar női kézilabda mögött. Mennyire erős valóban az utánpótlás, vagy mennyire csak egy kifutott eredmény, vagy mennyire igazából az a 20 játékos van, aki mondjuk a junioroknál szóba jöhet, szóval mennyire erős a magyar utánpótlás? Most erős. Tehát ez a generáció, akik most már hosszú idő óta hát várattak magukra, volt egy nagy űr, ők tényleg, én azt gondolom, hogy most az egész magyar kézlabda társadalom, és akik ebben dolgozó edzők, akik az utánpótlásban dolgoztak, megmutatták, hogy végülis jó úton halad. Ahhoz, hogy ők beérjenek, és majd egy 4-5 év múlva reálisan a felnőtt válogatottal ismét eredményesek lehessenek, ahhoz még sok idő kell, nagyon sok kitartás kell részükről, és egyfajta olyan gondolkodás, hogy ezért most megdolgozott, azt gondolom, hogy Magyarország az ebben dolgozó edzők és klubok, de ezt majd nagyon reálisan és további kemény munkával kell tovább folytatni, illetve az a játék lehetőség, hogy ők a fejlődésükben töretlenek legyenek. Egy nagyon érdekes dolog, hogy egyik oldalról ugye hirdetjük, hogy játszanak, és adjunk nekik játék lehetőséget, ugyanakkor tudok mondani olyan példát is, akiket mi magunk is, vagy jelen pillanatban keresünk,
hogy esetleg a mi klubunkban folytassák, és valóban reális esélye van arra, hogy tudjon játszani, de ez egy ilyen nagyon érdekes szituáció, hogy nem mindig szeretnének váltani, nem mindig szeretnének top csapatokból, ahol gyakorlatilag a padon ülnek, vagy még a padra sem kerülhetnek, nem szeretnének váltani, megelégednek ezek a játékosok, úgyhogy... Ez a pénz miatt van? Tehát, hogy ott annyival többet keres pénz, a padon ülve egy 18-19 éves játékos, és ez, tehát ez meg nem jó, tehát hogy nem ebbe kéne neki gondolkozni. Abszolút nem, abszolút nem. Egyrészt lehet a pénz is, egyrészt lehet a hírnév, hogy ő egy olyan csapattagja, ahol igazából ő még nem került pályára, csak mégis be van írva a névsorba, és az egyesület névsorában szerepel. De ugyanakkor ki kéne használni, hogy vannak olyan csapatok, vannak olyan egyesületek, ahol igenis bevállalják azt a kockázatot, hogy ezekből a játékosokból NB1-es játékosokat nevelnek, mert nyilván most a saját korosztályukban ugyanazzal a korosztállyal szemben nagyon eredményesek voltak, de ahhoz, hogy meg tudják lépni ezt a szintet, ahhoz viszont játszaniuk kell. Most, hogy csak egy pár nevet említek, Háfra Noémi, aki gyakorlatilag most már a Ferencvárosból kinevelkedve a felnőtt válogatottnak is komoly, meghatározó emberévé vált. Ő mindenképpen a magyar kézilabdának az egyik legnagyobb tehetsége, és egyrészt vigyázni is kell rá, de mellette nagyon-nagyon sok tehetséges játékos van, úgyhogy őróluk még biztos, hogy fogunk hallani. Hát csak játszatni. Igen. Játszatni kell őket. Ugye az elmúlt években, jó pár évben megszokhattuk, hogy minden évben ugye úgy vág neki a csapat a bajnokságnak, hogy kimondott cél a negyedik hely, vagy negyedik, ötödik hely, illetve a nemzetközi kupaindulás. Ugye ez már körvonalazódott a tavalyi bajnokság során, ugye, hogy új útra léptek, és ugye inkább tényleg a fiatal magyar játékosoknak adtok lehetőséget, mint hogy bevásárolni légiósokból, akik aztán vagy beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, vagy nem, vagy csak egy éves ugródeszkának tekintik a klubot. Szóval, hogy a felkészülés alapján, hogy látod, hova érhet oda ez a csapat, ebben a, szerintem, most ha évre elmondjuk, hogy minden idők legerősebb magyar bajnokságában, de hova kerülhet oda, mi az, amit el kell fogadniuk a szurkolóknak, hogy mondjuk ez a realitás, és mi az, ami mondjuk kifuthat ebből a történetből? Mindenképpen a középmezőny. Tehát, hogyha ezt nagyon reálisan nézzük, és tehát úgy is kell, hogy nézzük. Most az egyesület részéről ez a tendencia, vagy ez az elvárás. A szurkolóknak azon sokkal nehezebb ezt elfogadni, hiszen minden szurkoló, én magam is nyilván bajnok csapat edzője szeretnék lenni, vagy bajnok csapatot szeretnék a végsőkig eredményességre vinni, de most ezt úgy kell tekinteni, hogy ez egy átmeneti időszak. Időt kell adni azoknak a játékosoknak, akiknek időre van szüksége, hogy ebbe beleérjenek. Nem lehet elvárás, hogy akár egy Fradi ellen, akár egy Érd ellen biztosan mi 100%-osan úgy menjünk fel a pályára, hogy vagy egy Siófok, vagy egy Kisvárd ellen, hogy nekünk győzni kell, hanem ebből azokat a mérkőzéseket, amit reálisan számunkra nyerhető, mert azért nyilván van egy Nascimentónk, van egy Claudine Mendink, egy Olga Gorsonyinánk, akiknek húzó emberüknek kell lenni ennek a csapatnak, de azért csak két fiatal kapusunk van, a kiegészítő, idézőjelben kiegészítő emberek most már főszereplőké kell, hogy előlépjenek, és ezt a lépcsőfokot, ezeket lépegetik is, egyre jobban beleérnek, de a hullámzás az mindenképpen benne lesz a játékunkban, és lehet, hogy egyszer nagyon jó fogunk játszani, lehet, hogy egyszer az elvárható mérkőzéseken sem fogjuk tudni azt nyújtani, amit szeretnénk. Ez a rutinnal, az edzésmunkával, a további kitartással és türelemmel, és ezt a szurkolók felé is mondhatom, hogy türelem kell, és örülni kell annak, és tényleg szurkolni, hogy ezek a fiatal játékosok valóban NB1-es játékosok lehessenek, és hogy a nevüket megismerje az ország, a város. Érdekes volt, mert amikor szurkolói ankétot tartottunk, és nagyon jó volt beszélgetni, én azt gondolom, hogy jól is sikerült a szurkolókkal, de azért egy-együk megkérdezte, de és akkor esetleg az ötödik hely, úgyhogy
Igen, ez nagyon érdekes kérdés, mert sokszor elhangzik ott, ahol mondjuk légiósok vannak többségében is sikertelen a szezon, hogy hát tudnánk szurkolni, meg tapsolni, hogyha tele lenne a csapat fiatal, magyar, meg saját nevelésű játékossal, hogy most ez valóban megtörténik-e, hogyha tényleg megint a 8.-9. hely környékére ér oda a csapat, de hogy sok fiatallal, meg sok saját nevelésűvel, vagy tényleg mennyire tud a szurkolód állni az együttes mögé. Mindenképpen fontos lenne. Tehát én azt szeretném, hogy itthon egy olyan oroszlán barlang legyen a köfémcsarnok, hogy még egyetlen egy csapat se gondolja, hogy neki itt könnyű falatok leszünk, és hogy egy olyan elszánt csapatot, és ebben biztos vagyok benne, hogy előrébb léptünk, tehát az odaadása a csapatnak, a győzni akarása, az maximálisan látható már ezeken az edzőmérkőzéseken, vagy akár a Győr elleni meccs, hogy nem adta fel a csapat sose, de ez egyfajta olyan támogatás, egy hangos támogatás kell, amiben nyomasztó az érzés, hogy nekik itt most nem részünkről, hanem az ellenfélnek, hogy itt nincs mese, hogy itt azért olyan támogatottságot élvez ez a csapat, hogy nehéz legyen nekik, nekünk meg könnyebb. Azt mondtad, hogy ugye ez egy folyamat, aminek most az elején vagytok, mikor tervezitek, hogy a folyamatnak abban a fázisában legyen majd az együttes, hogy mondjuk szezon elején reálisan lehessen azt mondani, hogy amit én szurkolok kézzel, hogy akkor az 5. hely és akkor nemzetközi kupa indulás az elvárható ettől a gárdától. Igen, ebben van egy ilyen 3 éves ciklus, ugye az nem titok, a város is már nagy örömmel hirdette, hogy egy egyetemi csarnok épül majd, egy egyetemi háttérrel, ami egyrészt a duális képzéssel, és ugye a sportág számára is egy nagyon szép és egy otthonos környezetet fog tudni biztosítani. Úgyhogy mire felépül ez a csarnok, ezt nagyon-nagyon várjuk, mert akár a nemzetközi mérkőzésekre már nem alkalmas a köfémcsarnok, és az egyesület elképzelése az, hogy mire ez elkészül, 2 éven belül, 3 éven belül, addigra őket kinevelni, felnevelni, és természetesen olyan nemzetközi klasszis játékosokkal megerősítve, akár magyarral, vagy egy-egy külföldivel, hogy akkor viszont már tényleg olyan célokért küzdhessünk, hogy akár az első 4-ben, vagy az első 5-ben végezzünk, és ismét a nemzetközi kupában tudjuk szerepelni. És egy picit én is ilyen szurkoló legyek, és kekeckedjek, mert tök jó lenne, hogyha jövőre nemzetközi kupában indulhatna a csapat, hogy mondjuk a magyar kupa az hangsúlyosabb lesz a csapat életében, hiszen rá is nézve a bajnokságban pokoli nehéz kiharcolni a nemzetközi kupa indulás, viszont a magyar kupában pedig egy kis szerencsével akár össze is jöhet. Ugyanúgy a Ferencváros és a Győr kiemelt, tehát ők mindenképpen már csak a döntőben fognak szerepelni. Egy szerencsés sorsolással el tudunk jutni, de a 4-be nagy csapatot biztos vagyok benne, hogy nem tudunk elkerülni. Tehát ahhoz, akár egy Siófokkal, akár egy Érdel, akár egy Debrecennel is, aki most jelen pillanatban az első fordulóban 17 góllal kapott ki a Siófoktól, pedig ugyanolyan kupa helyezésre próbálnak törekedni. Tehát, hogy olyan különbségek történtek itt az igazolásoknál. Az egyik út ez. De ez azt gondolom, hogy ennek a szezonnak ez egy olyan csodá kategóriája lenne, amiben nyilván az ember hisz a csodákban és dolgozik is érte, hogy ez a csoda megtörténhessen. Azon leszünk, hogy ezen a két úton, hiszen most más szereplési lehetőségünk nincsen, megpróbáljunk a lehető legtovább menni, és hát bár legyen úgy, hogy esetleg bekerülünk a 4 közé. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor először is sok sikert a Kisvárad elleni hétvégi mérkőzésre, meg az egész szezonra, meg akkor ez a 3 éves ciklushoz, amiről beszéltél. Köszönöm szépen. Önök pedig ne menjenek sehová, maradjanak továbbra is a Fehérvár Televízióval, Bajnokok Városával, legközelebb majd egy hét múlva jelentkezünk, viszontlátásra.